futás előtti bemelegítés és az edzés utáni nyújtás az egyik legfontosabb epizód a tréningek során. Jól tudja ezt Bihari Krisztián fitness edző, kosárlabdázó is. Persze az sem mindegy, hogy az ember hol, milyen körülmények között, milyen társaságban edz, illetve készül a versenyekre. Krisztián és azok, akik korábban a gesztenyéskert gyöngykavicsos sétányai rótták a köröket, mostantól sokkal jobb feltételekkel, ízületkímélő módon futhatnak, ugyanis a hegyvidéki önkormányzat szakemberei néhány hét alatt megépítettek a gesztenyéskertben egy rekordtán futópályát. A pálya színéről az itt sportolók dönthettek. Június elején két héten keresztül dönthettek a parkot aktívan használók. Hoszteszek segítségével töltöttük ki a kérdőívet, hogy milyen színű futókat is szeretnének itt a gesztenyéskertben, hiszen az előző években számos lakossági igény érkezett az önkormányzathoz, hogy örülnének, hogyha itt kialakítanánk egy futókört, mert itt már kialakult hagyománya van a futásnak, most is, ha körülnézünk, látjuk, hogy nagyon sokan használják, és hogy pont azért, hogy ne a füvet rongáljuk, illetve a sétautat használjuk, ezért döntött úgy a vezetőség, hogy mindenképpen szükségesnek tartja itt egy futókör kialakítását. A gesztenyéskert sétányának nagy részét a futókör építése alatt is használhatták az itt élők, ugyanis csak kisebb szakaszokat zártak le a szakemberek. Ez a futókör 386 méter hosszú lett. Itt fontos volt figyelembe venni a fák helyzetét. A gesztenyéskertet az önkormányzat tulajdonában van, de a főkert a kezelője, ezért őket is bevontuk ebbe a tervezési folyamatba, és így alakult ki végül ez a séta, ez a futókör hossz. A rétegrendet tekintve egy 30 cm stabilizált réteget kapott, és erre kapott két öntött gumi réteget, egy úgynevezett SBR rugalmas réteget és egy EPDM kopó réteget. Elválasztottuk a sétánytól, tehát akik egyéb célból használják, játszótérre igyekeznek, kutyával jönnek a parkba, nem zavarják, tehát nem ütköznek a funkciók egymással. Ez volt még egy nagy előny, amiben pozitív visszajelzéseket kaptunk. A gesztenyéskerti új futókör hivatalos átadása még nem történt meg, de már most is mindenki futhat a pályán és sétálhat a sétányokon. Egy erősen vérző sérült percenként akár 5-8 deciliter vért is veszíthet, szívmegállás esetén pedig percenként 10%-kal csökkenhet a sikeres újraélesztés esélye. Ezért is fontos, hogy a mentők gyorsan odaérjenek hozzá. Ezt azonban sokszor a figyelmetlen autósok, gyalogosok is megnehezítik. Egy élet múlhat azon, hogy a figyelmetlen autós, biciklis vagy gyalogos akadályozza, adott esetben életveszélyes közlekedési helyzetbe hozza a mentősöket. Erre hívja fel a figyelmet az Országos Mentőszolgálat új kampány videója, amelynek célja, hogy a városban közlekedő autósok jobban figyeljenek és húzódjanak le a sürgős esethez vonuló mentőautó elől. Azt tapasztaljuk, hogy a mentők munkája akkor lehet igazán eredményes, sikeres, hogyha az emberek is segítenek nekünk, a lakosság is segít nekünk. Ennek sokféle vonatkozása van, az egyik például az, hogy ha valaki összeesik az utcán, akkor ne várjunk csak tehetetlenül a mentőkre, hanem kezdjük el például az újraélesztést, mert ha nem kezdi el valaki, akkor a mentő már későn fog érkezni. De ugyanide tartozik az is, hogy a közlekedésben a mentőautónak biztosítsanak valahogy utat, mert ezzel értékes másodperceket veszíthetünk, hogyha mondjuk egy dugóban nem húzódnak megfelelően félre az autósok, vagy az is előfordul, hogy a hordággyal, a beteggel odaérnek a mentőautóhoz a kollégáim, és nem tudják kinyitni a hátsó ajtót, mert időközben valaki oda parkolt szorosan a mentőautó mögé, és akkor még nem beszéltünk azokról a veszélyes helyzetekről, amikor valaki nem hallja a szirénát, mert a fülében van gyalogosként mondjuk a fülhallgató, vagy az autóban maximális hangerőn bömböl a rádió, és így persze nem is tud félrehúzódni. A mentőautók Magyarországon körülbelül 40 millió kilométert tesznek meg évente, több mint 1 millió esetet látnak el az Országos Mentőszolgálat munkatársai. Ezek közül 30 000 olyan sürgős eset van, amikor 1-2 percen múlik az ember élet.